hívásával üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek, úgy, ahogyan a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. részében olvassuk. Lukács evangéliumának 10. részében a 25-től a 37-ig terjedő versekben az irgalmas samaritánus példázatában. És íme egy törvénytudó fölkelt, kísértve őt, ezt mondva: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig ezt mondta annak: a törvényben mi van megírva? Hogy olvasod? Az pedig felelve mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Az pedig, igazolni akarva magát, ezt mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelve ezt mondta: egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik azt kifosztva és megsebesítve elmentek, és ott hagyták félholtva. Történet szerint pedig ment alá azon az úton egy pap, aki azt látva elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton mentve odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könyörületességre indult. És hozzájárulva bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltve azokba, és azt fölhelyezve az ő tulajdon szamarára, elvitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenve, két pénzt kivéve, adta a gazdának, és ezt mondta neki: viselj gondot reá, és amit ezen felül ráköltesz, én, mikor visszatérek, megadom neked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig ezt mondta: az, aki könyörült rajta. Ezt mondta azért neki Jézus: eredj el, és te is akképpen cselekedjél. Eddig Istennek írott igéje. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Az irgalmas samaritánus példázata az idei ökumenikus magyét egyik napjára ajánlott újszövetségi ige szakasz. Jól ismert, azt gondolom, mindannyiunk számára ez a példázat, ezért különösképpen is alkalmas arra, hogy ne annyira a történetre, az esemény sorra figyeljünk, hanem jobban összpontosíthassunk a mögötte rejlő üzenetre. De mi is ez az üzenet? Azt gondolom, mindannyian azt mondjuk, azt mondanánk, hogy az irgalmasság munkáját, az irgalmasság szolgálatát bízza ránk Jézus Krisztus ebben a példázatban. És mindaz, aki ezt mondaná, jól felelne, jól vizsgázna, a jó megoldást találná meg. Jézus Krisztus a feltétel nélküli, a határokat átlépő irgalmasságot állítja követendő példának. Az elé, az ember elé, aki megkérdezte őt egykor, és azok elé, akik hallgatták őt, és azok elé, akik hallgatják őt, vagyis ma mi elénk is. Testvéreim, egy az Isten mindnyájunk Atya, aki azt akarja, hogy mi is egyek legyünk általa. Könyörögünk tehát a benne hívő egységéért. A Szentlélek Isten csodálatos ereje vezessen mindnyájunkat az egység útjára. Kérünk téged! A közösség és reménység legyen szilárd alapja keresztények közötti megbékélésnek, kérünk téged. Add, hogy megértést tükröző szeretettel azt keressük, ami összeköt bennünket, és ne azt, ami elválaszt egymástól, kérünk téged. Minden napi készséges keresztfordozásunk segíts elő, Urunk, a kereszténység megvalósulását. Kérünk téged.
A keresztények az egész világon legyenek egy szív és egy lélek Krisztusban. Mennyei Atyán, segíts kegyelmeddel, hogy a benned hívők között megvalósuljon a lelki egység, és mindnyájunkat kapcsoljon egybe a testvéri szeretet Krisztus a mi úrunk által. Most tisztelettel felkérem a református énekart, hogy amivel készültek, szíveskedjenek el énekelni. Amen.
Úgyhogy fogyasszunk bátran, és beszélgessünk, és érezzük jól magunkat, jó? És tartsuk ezt továbbra is fontosnak, hogy minden jó szándékú emberrel együtt tudunk működni. Átadom a tiszteletes úrnak, is szokott ilyen közérdekű információkról néhány szót. A legfontosabb közérdekű információk már elmondtam a templomba. Azt nem szeretném ismételni, már csak az idő miatt se. Viszont akkor egy közérdekű információt tényleg hadd mondjak, ami egy meghívás. Nálunk az elmúlt héten szerdán, ugyan mondtam, de akkor már a vígság elnyomta egy kicsit a hangomat, hogy pénteken délután tartjuk a szokásos református bálunkat, amire szeretettel hívunk minden kedves testvérünket. Én úgy gondolom, hogy nem csak a közös imádkozásban, a közös ígére figyelésben, de szerintem a közös vígságban és a közös táncban sem biztos, hogy vannak felekezeti korlátok közöttünk. Legfeljebb olyan faláb, mint nekem, ami korlát abban, hogy az ember táncoljon, meg vidám legyen, de nagyon sok szeretettel hívunk erre az alkalomra is mindenkit, és azt gondolom, hogy nem csak erre, hanem minden egyes olyan alkalomra, ami jó arra, hogy találkozzunk, hiszen nagyon sokszor én is úgy tapasztalom, ahogyan mondtam is az ige hirdetésben, hogy kicsit olyan világot élünk, ha akarjuk, hanem hogy látunk dolgokat, de nincs időnk megállni, látunk arcokat, de nincs időnk kérdezni, látunk helyzeteket, de nincs időnk nagyon belemélyedni, vagy azokon segíteni. Viszont minden egyes alkalom, amikor találkozunk, amikor beszélünk, amikor kezet fogunk, amikor együtt énekelünk, együtt imádkozunk, együtt figyelünk az Istenre, úgy gondolom, hogy minden egyes alkalom fölér egy ilyen mély beszélgetéssel, egy mély odafigyeléssel, mert úgy hiszem, hogy az Isten szent lelke az, aki leginkább egymás felé fordít bennünket, egymás helyzete, egymás élete, öröme vagy bánata felé. És ez nem csak egyes embernek lehet, hanem lehet akár egy közösségnek is, lehet akár egy-egy felekezetnek, egy-egy gyülekezetnek, egy-egy egyháznak is, gondja is, baja is, meg öröme is. Adja Isten, hogy ebbe osztozni tudjunk, és Jézus Krisztus
hogy az ökumenikus imahét kapcsán az egyik szolgálatomban említettem most, aki hallotta annak ismétlés, hogy Jézus Krisztus soha nem azt kérte az övéitől, hogy egyformák legyenek, hanem azt, hogy egyek legyenek. Mégpedig a legfontosabb, abba, hogy ő hozzá tartoznak. Ebben legyünk egyek. És akkor már nem számít, hogy nem vagyunk egyformák. Adja az Úristen, hogy ma este is egyek legyünk az örömben. Mindenkinek szép estét kívánok. Köszönöm.